A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Nem telik el úgy nyár, hogy ne érkezne hír autóban felejtett gyerekekről, akik jobb esetben csak elájulnak, miért megmentik őket, rosszabb esetben viszont rőgutát kapnak és bele is halnak. Na most ezt a videót július 15-én forgatjuk. A jelenlegi előrejelzések szerint még legalább egy hétig marad a kánikula, és a rákövetkező héten is végig 30 fok fölött lesz a legmagasabb napi hőmérséklet, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témával. És hát mivel szeretem az emberkísérleteket is, ezért azt találtam ki, hogy itt van ez a fekete Swift, a nyeremény Swift, amit reggel 8-kor kitoltunk a napra. Most 10 óra 43 perc van, bele fogok ülni, és megnézzük, hogy mi történik velem. Viszont egy ilyen kísérlet azért könnyen tud veszélyes lenni, úgyhogy elhívtam Lacit. Sziasztok! Aki... Mi vagy te egész pontosan jelenlegi beosztásodban? Jelenleg ápoló vagyok, de mentőtechnikus vagyok az Ergonban, az Kft-nél. Mentőtechnikus. Igen. És hoztál magaddal egy? Egy LifePak 12-es defibrillátort. Ez elég sok mindenre alkalmas. Nekünk most elsősorban az lesz itt a fő funkciója, hogy megnézzük, hogyan alakul a vérnyomásod, hogyan alakul a pulzusod, esetleg változik-e valamit az oxigénszaturációd. Picikét felügyelünk rád, amíg ugye a kísérletet végrehajtjuk. És mire számíthatok? Mit fogok érezni? Nagyon meleged lesz, az biztos. Hmm. Tehát az garantált lesz. Lehetséges, hogy a verejtékezést is sikerül már úgymond egy kicsit átlépnünk, tehát meglátjuk, hogy mennyire sikerül majd ezt a fázist átugrani. Az eleje biztos, hogy egy jó verejtékezéssel indul, utána pedig jöhet már a természetes hőgúta jelei. Mi a természetes hőgútának a jele? Hát, ha a hőgutáról beszélünk fixen, akkor ugye egy lüktető fejfájás szokott általában jelentkezni. Ott már nincs verejtékezés, tehát ott már száraz a bőr, vöröses, nagyon-nagyon fel van forrósodva. Ebből következik ugye, hogy már bőven ilyen 39 fok fölött lehet a testhőmérsékletünk. És a probléma az, hogy ugye itt megint bejön még egy ilyen hányás, hányinger, hogyha úgy adódik, akár egy zavartság, egy eszméletvesztés, és hát ugye, ha sokáig ebben az állapotban maradunk, akkor a szervezet ezt nem fogja tudni kompenzálni. Így onnantól kezdve jön most már egy tartós egészségkárosodás, vagy akár ugye egy sajnos egy halálos kimenetele is lehet ennek a folyamatnak. Stroke, szívroham? Bármit össze tud hozni sajnálatos módon. De a hőkimerülésnek az utóhatás ugye ez a folyamat. Elsődlegesen. Mentőztél hány évig? Hát egy 10,5 évet. Most meg már csak a privát szakmába. 10,5 évig mentőztél. Mennyire gyakori a hőguta, vagy hát a túlmelegedéssel? Nyári időszak az abszolút tudja hozni ezeket a magasabb ilyen esetszámokat. Nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem hetente legalább egy-két olyan rosszulét volt, ami simán köthető a túlzott hőmérséklet emelkedéshez. És ez van, hogy akár lakáson belül, van, hogy sporteseményen, van, hogy akár az utcán, ezek jóformán bárhol elő tudnak fordulni így ebbe a... Iskolai évzáró, évnyitó? A legjobb példa erre, így van. Gyerekeket kiállítjuk a napra, és akkor ott szépen finoman sülnek a tanévzárón, tanévnyitón. Viszont kezdésnek, hogy lássuk, hogy honnan indulunk, itt a kellemes 27 fokra klímázott irodában készítünk egy kontrollmérést, vagyis Laci rámakaszt minden tapancsot, és megnézzük a mostani életfunkcióimat? Nagyjából igen, megnézzük, hogy jelenleg hogy ketyeg a motor bent, illetve hogy áll a vérnyomásod, és minden egyebet. Megnézzük majd ugye a kontrollhőmérsékletedet, a testhőmérsékletedet is, és akkor ezt majd bent meg a kocsiban meg folyamatosan monitorozzuk. Oké. Okay. Tudsz ebből a jelenlegi egészségügyi állapotomról bármilyen biztatót vagy kevésbé biztatót mondani? Azért ez alapvetően elég kevés arra, hogy mindent tökéletesen úgymond meg tudjunk mondani. Hát nézd, van egy jó szaturációd, van egy normál jó pulzusod, most nyilván az izgalmi állapot miatt egy kicsit magasabb. Azt szerintem a vérnyomásod is tükrözi, az a 130/90. Kicsit izgulsz, de ez tök rendben van. Minden más egyébként, ez alapján, amit lát az ember, szépnek mondható. Itt van az autó tetején a monitor, a műszer, és Laci felrakott rám minden létező szenzort, ami egy kicsit megnehezíti az autóba való bejutást.
Mehetsz, mehetsz. Mehetek? Aha. Most, hogy kinyitott, kicsit dőlj előre. Kinyitottuk az ajtót, így a hőmérséklet lement egészen, hát remélem látszik, 61 fokig, 28% a páratartalom. Ó, már csak 60 fok csukjuk be az ajtót, mert kihűl. Mindjárt visszamelegítünk, mindjárt visszamelegítünk. Ez itt most amúgy egy árnyékban elhelyezett hőmérőnek az adata, ez a 60 pár fok. Amikor kint volt a műszerfalon, ahol érte a nap, ott elérte a 70-et. Ne csináljunk belőle versenyt, fogd meg, kérlek. Fogom. De azért egy stoppert indítsunk el, nem? Persze. Akkor 11 óra 20, stopper elindult. Az autó 59,2 fok. Ajtó becsuk. Oké. Lássuk, mire jutunk. Amúgy ezt a fekete Swift Sportot, amiben ülök, ezt meg is tudjátok nyerni. Például azzal, hogyha vásároltok egy ilyen terrudis pólót. Ugye a webshopban minden elköltött 2000 forint után kapsz egy esélyt ennek az autónak a megnyerésére, tehát hogyha mondjuk 8000 forint értékben vásárolsz, az kapásból 4 esély. De ma éjfélig, tehát kedd éjfélig van egy akció, hogyha 10000 forint felett vásárolsz, akkor duplán számít az érték. Tehát mondjuk nem 5, hanem 10 esélyt kapsz a Swiss Sport nyereményre. Szerintem érdemes próbálkozni, link a leírásban. Még nem telt el 5 perc, 4,5 perc zajlik a kísérlet, és már érzem, hogy cseppek gördülnek le a mindenemen. Igen, már látszik a kezeden is, hogy elkezdtél velejtékezni végig. Igen. Nagyon érdekes így. Az értékeiden amúgy még nem látszik semmi, alapvetően. Az értékeken még semmi. Annak, aki megnyeri a Swiftet, előre is elnézést tettem, magam alá törölközött, de természetesen egy teljes mély tisztítás után fogjuk eltudni az autót. Nyaknál mérek? Aha, nyaknál, az ugye egész jó. Jó. Nyaknál nézünk egy testhőt. 39,5. Aha. De akkor már elindultál fölfelé szépen. Hol jön el az a pont, amikor majd kiszedsz innen? Érzékelni fogod majd, szerintem te is, de... Ha a verejtékezésed kezd átcsapni abba, hogy már nem verejtékezel, illetve már látom, hogy mondjuk nagyon megugrik a pulzusod. A vérnyomásod már elkezdett emelkedni. Jó. Elkezdek szervezet kompenzálni, így nagyjából hát 5 perc után. Az egyetlen ország, ami megbízható adatokkal rendelkezik arról, statisztikákkal, hogy pontosan hányan halnak meg évente ilyen autóban felejtős, forró autóban felejtős balesetekben, az az Egyesült Államok. Itt évente 38 ilyen esetet regisztrálnak. A legrosszabb évek viszont a 2018 és 19-esek voltak. Mindkét évben 53 ilyen haláleset történt. És azt a szót használtam, hogy felejtés, ami egy kicsit röhelyesnek tűnhet, de a statisztikák szerint tényleg ez az ilyen baleseteknek a fő oka, vagyis hogy a szülő kiszáll és egész egyszerűen feledékenység vagy figyelemelterelés miatt elfelejti a gyerekét. És ez most tényleg röhelyesnek tűnhet, de sok gyártó már dolgozik azon, hogy legyenek olyan rendszerek az autóban, amik akár ülésfoglaltságérzékelő, akár más szenzorok alapján odafigyelnek arra, hogy hagytál-e valakit az autóban, sőt, már léteznek utólag beszerelhető szettek, például ilyen személyszállításra gyakran használt kisbuszokba. És hogy mennyire komolyan veszik az NCAP törésteszt, vagyis hát az NCAP biztonsági tesztnek értékelési szempontja, hogy van-e az autóban Child Presence Detection, ami hát neve elég egyértelmű, hogy hagytál-e gyereket az autóban. Hogy bírod? Csináltam már kellemesebb dolgokat életem során. Tényleg nem tudtam, hogy ilyen szinten lehet verejtékezni. Én azért nem szoktam abba hagyni a hegyi bringázást 30 fok fölött sem, de ha így érezném magam hegyi bringázás közben, akkor lehet, hogy már megállnék. Bár csalóka, mert ugye nincs menetszél. Igen, igen, igen. Nincs menetszél, ellenben az autó szépen melegszik vissza, 59,5 foknál járunk árnyékban. Ugye nem egy hiteles mérőről beszélünk, de 31%-os páratartalomról indultunk, most 34, az mind belőled fog nagy valószínűséggel távozni. Az összes páratartalom, ami az autóban lesz most jelenleg. Mindig arra vágytam, hogy hatással legyek a világra. Szépen emelkedik a pulzusod is egyébként. Uh-huh. És már stabilan 100 fölött voltunk végig. Úgyhogy érdekes.
Nem tudom, hogy mennyi az egészséges, az Apple vagy... Elnézést, hogy romlott a hangminőség, és hogy gyengébb a felvétel, ugyanis túlmelegedett a Sony kézi kamera, amivel eddig végeztük a tesztet. Pedig görcsösen árnyékban tartottam, megpróbálom ide az ölembe venni, hát ha visszahűl. Ez itt sokat elmond a körülményekről. És hogy miért pont a gyerekek, főleg a kisgyerekek, egyrészt ugye maga tehetetlenek, tehát nem feltétlen tudják elhagyni az autót önszántukból, bár azért, aki már próbált mondjuk kirúgni egy szélvédőt, azt tudja, hogy egy felnőtt sincs feltétlen könnyű helyzetben. De mondjuk egy kisbabánál külön problémát jelent az, hogy nekik ugye a babahály, vastagabb a zsírszövet, ami szigeteli őket, még jobban melegszenek, és kisebb a bőrfelületük, vagyis kisebb felületen képesek csak párologtatni. Ráadásul gyorsabban kiszáradnak, mint egy felnőtt, ugye, objektív okokból. És nem lehet azt mondani, hogy ez kifejezetten csak egy nyári probléma, mert a kidsandcars.org-nak a vezető szakértője már találkozott olyan gyermekhalállal, ilyen autóban, forró autóban fejlítős gyermekhalállal, ami 14 fokban jött össze. Tehát az autó melegedése csalóka egy zárt ketrec üvegoldalakkal, alacsonyabb külső hőmérséklettel, napsugárzás esetén sokkal jobban fel tud melegedni, mint gondolnánk. Az ember által valaha túlélt legmagasabb hőmérsékletet 1980-ban az atlantai hőhullám idején regisztreltek. Itt egy 52 éves férfi véletlenül bezárta magát a lakásába, és amikor kiszabadították, 46,5 fok volt a testhőmérséklete. Ő maradandó károsodás nélkül túlélte ezt, és a probléma az, hogy a hőtűrésben kulcskérdést jelent a páratartalom. Ugyanis bizonyos páratartalom felett az emberi verejtékezés már nem tud hűteni. Ugyanis, hogyha magas a levegőnek a páratartalma, akkor nem tud több vizet felvenni a levegő, tehát az ember hiába izzad, hiába verejtékezik, ugye a párolgás vonja el a hőt, nem történik meg a párolgás. Alacsony páratartalomnál a bőrünk még viszonylag magas hőmérsékleten is képes párologtatni, viszont hogyha magas a páratartalom, akkor már nem is kell olyan magas hőmérséklet egy jó kis hőgutához. A lehető legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet a víz párologtatásával a levegő adott körülményei között el lehet érni, azt wet bulb temperature-nek hívják. 100%-os relatív páratartalom esetén, akkor értelemszerűen a VBT hőmérsékletet megegyezik a levegő hőmérsékletével. Itt most 35% környékén járok, és az autó nem akar 59 fok fölé melegedni. Valószínűleg bejött néhány felhő, és egy kicsit így. Vigyázz rám! Visszatért köreinkbe a Sony. Olyan riasztást adott már az Apple Watch, hogy a púzusom 200 fölé ment. Azt hiszem 202-t mért egy ilyen szólóba megmászott nagykevénél, tehát nem álltam meg pihenni. Ott már nem éreztem jól magam, tehát szédülést, témeigést éreztem. Nem tudom, hogy a mostani púzusom az mit jelent még. Jelenleg a púzusod az egyébként egy 123-as most, tehát bőven megemelkedett most már a púzusod. Honnan indultunk? Az eddigi nyugalmi 80-ashoz képest, amit bent mértünk még a klimatizált irodába. Mennyi a testhőmérsékleted, rá tudsz nézni? Már is. 40, valószínűleg ez is túl melegedett. Tehát akkor a hőmérő is megadta magát teljes egészen. Nem, elköszönt a hőmérő, igen. Az autóban most 59,7 fokot mutat 35%-os páratartalom mellett. Vérnyomásommal mizu? Vérnyomásod az teljesen rendben van, az egy 135/80-as, az megmaradt a normál értéken. Érdekes egyébként az, hogy a szaturációt, hát az most relatívebb van, hogy egy kicsit lejjebb esik, de az lehet a mozgástól lesz egyébként. Tehát nem is feltétlen attól, hogy most ugye bent ülsz a melegbe. De a szervezeted az érzi, hogy meg van terhelve. Úgy érzem magam, a verejtékezés mértékétől eltekintve, mint amikor nagyobb megterheléssel biciklizek a hegyekbe. Aha, és most pedig csak ülsz. És csak ülök, igen. És csak ülök. A kísérlet most tart 14 perce. Igen. Hát már azért vannak tünetei. Tehát már látványosan van változás. És azért
hogyha azt nézzük, hogy egy teljesen normál nekifutással indult, tehát semmi felkészülésed nem volt erre az egész etapra, akkor pontosan azt látod, hogy mennyit bír egy emberi szervezet, ha mondjuk teszem azt az M7-esen klíma nélkül a dugóba kell araszolnod. Nulla levegő mozgással szinte. Ott leengedném az ablakot, de jó. Mit mutat a gép? Mik az értékek? Jelenleg azért változatlan, a vérnyomásod az emelkedettebb, de minden más az most egy kicsit normalizálódott. Lehet jön egy kis átmeneti időszak. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog változni a későbbiekben. De szépen párologtatod el magadból a folyadékot. És ugye ez egy idő után azért lesz problémás, mert nem csak a folyadékot fogod elpárologtatni, hanem magát, az ásványanyagot, a szervezetedből, az ionokat. És az szokott lenni a legfőbb probléma, hogy ezeket vissza kell pótolni. És hogyha ezt már nem tudjuk megtenni, ugye szájon keresztüli folyadékpótlással, tehát akár izotóniás itallal, akár ilyen vitaminos üdítőkkel, vagy bármi hasonlóval, akkor onnantól kezdve jön az ugye, hogy ott már egy komolyabb beavatkozásra lesz szükség. Infúzió, katéter? Leginkább infúzió. Jó. Van nálad? Van. Jó. Most léptünk be a kísérlet 22. percébe. Te hogy érzed magad ott kint? Neked is gyöngyözget a homok. Pont jött egy felhő, úgyhogy árnyék van. De egyébként meleg van kint is, bár nyilván nem 60 fok. Tehát ez a 30 akárhány fok, ami most kint van, ez bőven még elviselhető. Így a 22. perc tájéken elértük a 60 fokot és a 37%-os páratartalmat. Így a 25. percnél megindult egy intenzívebb verejtékezés. Ez miért van? Megpróbál kompenzálni nagy valószínűséggel a szervezetet teljes egészébe, tehát amit még tud, az kipréseli magából. De hogy elnézem ugye a pólódat, hát az teljesen más szint mutat, mint amiben beszálltál már. Jó, de ez a katonai zöld, ez menő. Ugye a szervezeted az erőteljesen dolgozik a meleg ellen. Gondoltam, hogy póló nélkül állok neki ennek a kis challenge-nek, de gondoltam, megkímélem a nézőinket a kisporolt felsőtestem látványától. Ezzel ugye magamra húztam egy plusz réteget, ami nem nagyon jó, de hát most nem lehet mindent a tudományért. Amikor bekövetkezik a hipotermia, vagyis a kihűlés, akkor az emberi szervezet először a végtagokból vonja el a vérkeringést, ott szűkíti le az ereket, azért, hogy a létfenntartó eszközök, mint agy, szív és hasonlók, azok sokáig működőképesek maradjanak. Mi a helyzet, amikor túlmelegszünk? Ugye alapvetően a legjobban hűteni a végtagokon fogja tudni magát az emberi test. Gyorsan tudja keringtetni a vért alapvetően, szűkek az erek, könnyen tudod hűteni, mivel ugye akár ha megnézed a saját ereidet, akár ha megnézed bárkinek egy kicsit a karját, akkor látod a vénáknak a futását. Most ha megnézed nálam is itt kint a melegen, abszolút érezhető az, hogy próbál szervezetem hűteni, és itt tudja a legkönnyebben ezt megtenni ugye a végtagoknál. Akár egy hideg vízbe beledugod a kezedet, és ott tartod egy-két percig, akkor már érezhetően javulni fog a testhőmérsékleted egy ilyen melegebb időszakban is. Ugyanezt van, hogyha a lábadat beledugod valami hidegebb vízbe, akár egy jeges lavorba, vagy bármi hasonlóba, akkor simán tudod csökkenteni azért a testhőmérsékletet. Bent vagy lassan fél órája. Igen. Ha úgy érzed, hogy most már inkább megálljunk, akkor részemről megállhatunk. Néha a pulzusod bele-bele csap a 130-ba. Tehát azért van már egy erős kompenzálás a szervezetednek, és azért a végletekig nem akarunk elmenni, azt beszéltük. Enyhe szédülést érzek. Jelentősen fogy azért a készleted. Szóval akkor én azt mondanám neked, Anti, hogy ne kísértsük a sorsot. Azért van jelentős információ, hogy mi történik veled. Mi történt? Az autóban a végletekig nem menjünk el, tényleg. Hol tartunk? Hát nagyjából ugye itt vagyunk a fél óránál. 31 perc. Ez közel 30 percet bent ültél egy 60 fokos autóban. Az oxigén szaturációd lejjebb esett. Megjött egy feszítő érzés a mellkasomba. A szívem irányából. Tehát, mintha ki akarna jönni, és enyhe szédülés. De ez mondjuk most már egy erősebb szédülés kezd lenni.
akkor azért mondom, inkább zárjuk le a kísérletet. Pedig azt kattintanák igazán, ha elájulnék. Igen, ha kiszednénk az autóból, ugye? Nem fogjuk eljátszani. Jó, azért szerintem álljunk meg, mert ez bőven elég lesz már. 32 perc, 56 másodperc, várjuk meg a 33-at. 33 perc. Az autó most 58,2 fokos, a páratartalom 38%. Hallod? A kinti 35 fok, az most hidegnek okés. Tűnik. Megy a kamera? Ez megy, de akkor el is volt. Nézzük meg, aha. Még mindig elortad? Igen, nem hűlt vissza egyszerűen. Nem hűlt vissza, hát majd bent a konténerben. Kiszállok, lecsaklakoztatsz? Gyere ki, nyugodtan. Nem baj, az jó, ha szétugrott. Oké. És akkor most... elmegyünk behűteni téged egy kicsikét. Jól van. Tudtam, már ilyenkor sem szabad túlzásba esni, ugye? Fokozatosan próbáld meg visszahűteni magad, jó? Amit beszéltünk, zuhanyzással. Indíts egy laza langyos vízzel, és akkor onnan menj visszafele. Úgy is érezni fogod, mert föl vagy hevülve, tehát azért bőven fölmelegedtél. Jó, arra kérlek, hogy maradj itt, és vonjuk le a tanulságokat majd a nyomtas egy kis papírkát. Már és... csinálom a papírokat, ettől megszabadítalak, mindent, amit felraktam rád, attól gyere le. Jó? Szédülök. Elmegyek veled addig azért, jó? Jó, gyere. Kézen azért ne fogd, mert Dani elkezdene poénkodni, de... És ez 33 perc. Mi van, amikor valakit bent felejtenek órákra? Ugye a gyerekeknél ez azért veszélyes, mert sokkal kisebb a tartalékuk, mint egy felnőttnek. Tehát ha megnézed, hogy egy gyermek relatíve egy jó tűrőképessége van így a problémák, illetve a bajok szempontjából. A hőtűrő képessége is bizonyos szinten megvan, de aztán, mintha egy hullámvasúton elindulnál lefelé, azt fogod érzékelni. Laci, ezek kockás papírok számokkal, amiben nem gyerekkori traumákat idéz, úgyhogy kérlek segíts értelmezni. Ez itt a kontrollpapír, ami az irodában. Kezdetleges, így van. Ide bent mértünk neked, tehát egy 37-1-es testhűlt, amit alapvetően ugye a kiberohangászás miatt vehetünk teljesen normálisnak. Igen. És akkor elkezdtük a kísérletet, hát nagyjából... Bocsánat, ezek itt időkódok mellette? Igen, ez az idő. Ez végül az időpont. És amikor elkezdtük, ugye az 11 óra 20 volt. Igen, 11 óra 20 volt, ugye akkor csatlakoztattuk a monitorra a kábelt és minden egyebet. A 2 perces vérnyomás mérést állítottam be neked, úgy mindig 2 percenként rögzítette az aktuális éppen mért paramétert, mint a pulzust, a pulzoximéter által mért szaturációt, és akkor ugye a 4-es kábelen mérte neked a pulzusodat, azt rögzítette, plusz a vérnyomás értéket. És ezt folyamatosan tudtad ugye nézegetni, vagy egy folyamatosan néztem kint az autón kívül, és akkor ahogy haladtunk előre, akkor mértünk még az elején ugye egy 39-1-es testhőt, aztán megfűtt a technika bent. Igen, a hőmérő nem tudott értéket adni. Azonnantól kezdve megszűnt a játékban lenni. És ahogy mentünk előre az időbe, szépen látszódott, hogy a normál nyugalmi púzusod elkezdett emelkedni, tehát a szervezetet biztosan elkezdett kompenzálni, elkezdte egy kicsikét hűteni a testedet, ugye gyorsabb pumpa funkcióra váltott a keringésen, egy kicsit gyorsabban pörgette a vért a szervezetedben. Emellett a vérnyomásod az alapvetően nem ugrott akkorákat, tehát teljesen normál értékekben voltak. Ez a 130-150 közötti szisztólés, és mondjuk egy 70 és, hát amit itt láttam, talán igen, 70 és 90 közötti diasztólés értékekbe dolgozott. Úgyhogy alapvetően megterhelte a szervezetedet. Nyilvánvalóan, amit beszéltünk, hogy a sportoló múlt miatt, vagy hát ugye a sportolások miatt, a kerékpározás miatt annyira nem dolgozza meg a szervezetedet, mint mond a meleg, de ahogy mentünk a vége felé, ott már viszont igen. Tehát ott már te is kezdtél kimerülni. Igen, mondom, eleinte csak azt éreztem, mintha elmentem volna futni egy melegebb napon, vagy elmentem volna bringezni egy melegebb napon, de aztán jött az émelgés. Egy picit szédültem. A hányinger nem inkább csak szédülés, egy enyhű szédülés, ami igazából még mindig tart. És egy feszítő érzés mellkastáján. Ez volt az a pont, ahol úgy éreztük, hogy érdemes talán abba hagyni. Hogy most már elég lesz. Plusz tényleg, ahogy kiszálltál az autóból,
akkor ott azért volt egy erőteljes bizonytalanság, amíg eljöttünk ugye ide a klimatizált helységbe. Igen. Én azóta vettem egy hűtőfürdőt, most az Apple Watch-nak a pulzus mérője, amennyire hitelesnek vehetjük, azt mondta, hogy 80 a pulzusom 7 perccel ezelőtt, és a mai nap átlagára ugye 43 és 131 között. Igen, igen, igen. Ez a reggeli kanapén kávézás, meg most, amikor az autóban felszólítottam. Igen, igen, amit beszéltünk, hogy azért ne menjünk el a végletekig. Tehát ez a 130, itt nálam 132 volt, amit rögzített így ez a kis kockás papírra a kódszámára a készüléknek. Mit javasolsz annak, aki önhibáján kívül ilyen helyzetbe keveredik? Tehát nem feltétlen csak autóban, hanem hogy hosszan ki van téve brutál magas hőmérsékletnek. Erre az a folyadék baj, igen, az egyik. A folyadékbevitel az nagyon fontos. Ugye ilyenkor lehet a sportitalokat is nyugodtan elővenni, nem csak sportolóknak van kitalálva. Tehát verejtékezünk, nagyon sok anyagot elpárologtatunk ilyenkor. Sót, ionokat, ásványanyagokat, ezeket mind-mind vissza kell pótolni. Úgyhogy ilyenkor jó a sportital, tehát bármilyen izotóniás ital, bármilyen ilyen magas vitamin vagy ásványanyag tartalmú sportital tökéletesen jó erre a funkcióra. És hát amit beszéltünk kint az autónál, hogy valahogy próbálni hűteni magunkat. Ha kell, akkor gyakrabban hűtőfürdőzni, akkor inkább egy hidegebb zuhanyt vesz az ember. Nem kell az, hogy tényleg beüljön az ember egy forró kádvízbe, vagy beüljön egy jéghideg vízbe. Az kell csak, hogy zuhanyozzon egyet. Egy 5 perces gyors zuhanyzás, látod, nálad is most ez a hűtőfürdő. Alapvetően azért kértelek meg, hogy menj el, zuhanyozz le, hogy visszahűtsük a testhőmérsékletedet. Kb. Mint amikor lázas vagy és megpróbálnak hűtőfürdőzni. Ez egy tök jó megoldás tud lenni. De nem szabad túl hirtelen se, tehát az semmi később célra vezetően valaki így beleáll a légkondiba. Most első körben igen, nem az lenne a leg célra vezetőbb, hogy a klíma előtt odaáll, és akkor fújhatja magára a jéghideg levegőt, vagy azt a hidegebb levegőt, amit a klíma éppen kinyom magából. Nem az a lényeg, hogy valami fokozatosságot tegyünk bele, tehát akár egy langyosabb vízből induljunk vissza a hideg felé. Nem okoz nyilván akkora megterhelést, de azért a keringés rendszernek az a hideg, hirtelen érkező hideg, az tud okozni egy meglepetést. Értem. Nézd, Laci. Köszi szépen. Bízom benne, hogy nem találkozunk egy darabig. Már vagy így munka van, miatt. Így van, így van. Köszönöm én is a meghívást. Meg igen. Nem tudok más mondani, figyeljetek oda erre nagyon. Tehát, hogy főleg ebben a melegben az embernek könnyebben lankad a figyelme. Akár önmagára, akár másra, vagy hogyha olyat láttuk egy autóban, hogy valaki feltehetőleg eszméletlenül ül a volánnál, akár egy parkolóba, akár egy gyerekedben hagynak, akkor kapjátok fel az első követ és ablak be. Aztán utána majd lehet magyarázkodni. Sziasztok! Sziasztok!